A Vásárosnaményi Hunor Hotelben rendezték az 5. civil közösségi szolgáltató központok országos találkozóját. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő egyesületeknek, alapítványoknak. A civil közösségek így pályázati, jogi, könyvviteli és adózási, valamint adományozással kapcsolatos ismereteket szerezhettek. Megnyitó beszédében Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, emlékeztette a hallgatóságot, hogy a civil szervezetek és a politika összefonódása nem csak a rendszerváltoztatás előtti időkben, de még a 90-es években is tetten érhető volt. Az egykori államváltozó szervezetének a Nyíregyházi elnökségévé is előtt készült jegyzőkönyv. Hogyan kell beépülni, ez egy napirend volt, milyen civil szervezeti pozíciót kell elformálni. Na most akkor 26-27-28 évesen a 2000-es évek elején került a kezembe a dokumentum, ilyenekről nem gondoltunk, hogy a politikai munka az kiterjed a metapolitikára, és most már ezt találjuk ezt a közeget, amiben mindannyian mozgunk, és valamennyien mindannyian valahogy a civil világból indultunk ki, aztán politikusok is lettünk. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vidéki települések identitásának megőrzésében kulcsfontosságú a civil szervezetek munkája. A képviselő történészként úgy véli, a civil kultúráról a szocializmus szoktatta le a társadalmat. A kommunista rendszer ölt neki belőlünk ezt a civil kultúrát, mert ugye korábban ez természetes volt. Ha visszagondolnak annak idején, a arisztokrata feleségek, de akár Horthy felesége is, mint önkéntes nővér. A kastélyokban, az első világháborúban, a határhoz közel, Galiciához közel, mindenütt belső kórházak működtek, ahol a grófnők ugyanúgy beálltak fel. És ennek aztán jött a kommunizmus, és elfelejtettünk mindent, illetve az akkori rendszer elfelejtett mindent. Tehát ezt is azért újra kell tanulnunk. A civilek jövő évi pályázati kiírásai október 3-ától érhetőek el. A Nemzeti Együttműködési Alap 2023-ban minden eddiginél nagyobb 11 milliárd forintos keretösszeget biztosít a szervezeteknek. A Hieroteosz Egyesület által működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ munkatársai a hét minden munkanapján rendelkezésre állnak a pályázók számára.